Rendben. Vácsa, fiam. Mondd, mit tudsz Mariselláról? Nem hallottunk róla semmit, és aggódunk miatta. Csak annyit mondhatok, hogy nagyon jól van. Biztos? És még jobban lesz. Talán később még jobb hírekkel szolgálhatok. Campuzanohoz kérlek egy erős italt. Michel kisasszony, az erős nem tesz rosszat. Rosszat? Miért? Én csak az állapotára gondoltam. Campuzano, ez nem a te problémád. A szolgálók hajtsák végre a parancsot, és ne üssék az orrukat, ahova nem kell. Jól van, ahogy jól vagy. Haj, de idegesítő ez az állapot. Mindenki a fejemhez dörgöli. Maga elragadóan szép. Miért ilyen dühös? Mit keresel itt, te ostoba? Campuzanót keresem. De közben engem bámultál. Igen, miért is tagadnám? Mi van? Talán szépnek tartasz? Hm? Igen, a kisasszony nagyon szép. Nézz a szemembe, te ostoba! Ahogy óhagyja. Mit szólsz hozzá? Helyes, hogy a férjem elhanyagol egy ilyen vonzó nőt, mint én. Azért, mert az a kis liba Mariselá után járkál. Gyere, Berta! Beszélnünk kell azzal az emberrel. De Flávia, ez hülyeség. Semmi hülyeség. Most már is bebizonyítom neked. Flávia, kérlek, várj! Flávia! Jobban megyek. Berta! Berta! Ő az a férfi. Jól van, de asszonyom, mit akar tőlem? Kíváncsi vagyok, most is képes letagadni, hogy a házamban volt ezzel a hölgyel, Michel szobájában? Alfredo szorgalmas és dolgos fiú. Mi mást kívánhatnék az élettől? Mi mást vajon? Az igaz, hogy nem érzem azt a furcsa érzést, mint mikor a doktort meglátom. A doktor nem hozzám való. Szabad! Ki árult el, hogy itt vagyok? Tudod, Mariselá, ezt nem volt nehéz kitalálni. Alfredo mindig ezt a lakást emlegette. Szerette volna, ha ide költözöl. Ó, milyen finom illatok. Mondd, kinek készíted? Hm? Kinek készül? Hát ki másnak, mint Alfredónak. Mariselá, miért főzöl te annak az alaknak? Miért főzöl neki? Mi van, fiacskám? Félsz tőlem? Amint látom, izompacsírta vagy. De az eszed akkora, mint egy mogyoró. Vagy annyira kisebbségi érzeted van, hogy nem merészeled a szemembe mondani, hogy kívánatos vagyok. Erről szó sincs. Nem? Vagy talán nem érzed magad férfinek? De igen, férfi vagyok. Mariselá, én nem értem, mi van veled? Mariselá, te nem szereted azt az alakot. Mondd, mi van veled? Kérlek, miért, válaszolj! Miért olyan
Miért olyan biztos abban, hogy nem szeretem Alfredót? Miért vagyok benne olyan biztos? Elmondom. Azért, mert te engem szeretsz. Azért vagyok olyan határozott, Marisela. Jól van, Betánia. Reménykedjünk a tervedben, hát ha eredménnyel járunk. Ha nem, úgyis elveszítjük ezt a házat. Isten tartsa meg a szokását, Isten fizesse meg. Kinyitom én. Patricia. Hello, Luis Guillermo. Beszélnünk kell. Ez igen, ez aztán a meglepetés. Gyere be! Egy jó ismerősöd. Ő adta meg a címed. Bemutatom Betániát. Ismered őt? Szervusz, Betánia. Nagyon örülök. Én is. Ne érjen hozzám. Ne csinálja ezt. Ne közelítsen. Miért? Ha? Azért, mert nem szeretsz. Mondd, Marisela. Mert nem szeretsz. Kegyel, te barom! Félkegyelmi idióta! Nézd meg jól, Berta. Ugye ő az a férfi, aki a házunkban járt, hogy megvizsgálja Michelt. Az orvos. Flávia az Isten szerelmére. Ha ez a férfi orvos, akkor én a monakói hercegnő vagyok. Hogy képzeled, hogy egy ilyen mocskos alak, mint ez, hozzáérjen azzal a piszkos kezével Michelhez? Én is erre gondoltam, de mégsem értem. Maga az, ugye? Én nem szoktam elfelejteni azt, akit egyszer már láttam. Mondja, kérem, uram, véletlenül nincs egy testvére? Á, de igen, hogyne. Van egy öcsém is. Aha. Ő nagyon tanult ember, nagyon okos. Szóval nagyon tanult ember, igen. Na tessék, most érted, Flávia? Ezek után igazad van. Ha jól megnézem, leszámítva, milyen mocskos, pont úgy néz ki, mint Blanco doktor. Pontosan. Mi olyanok vagyunk, mint két tojás. A testvérem orvos, én pedig autószerelő. Ő viszont nagyon jó orvos és nagyon okos ember. Akkor miért nem mondta el nekem az első alkalommal, amikor kérdeztem? Miért nem mondta el? Tudja, asszonyom, miután az ember néz sört, megiszik és javítja az autókat, már nem fog az agya. Tudja, ki volt a maga lányánál, Michelnél? Nem tudja? A kisebbik testvérem, a doktor. Michelt, a maga lányát a doktor vizsgálta meg. Ő volt maguknál.
kegyelmű? Hogy merészed hozzám érni? Hogy tehetett ilyet? Hogy tehette ezt? Vagy talán nem érzed magad férfinek? De igen, férfi vagyok. Hogy undorító. Megcsókolt. Undorító. Maricela, ne áltasd magad. Maricela, te engem szeretsz. Ugyanúgy szeretsz, mint én téged. Ez a legszebb szerelem, mert végtelen. Maricela, ezt sohasem lehet abba hagyni, érted? Az az igazság, hogy szerettem. Jobban mondva, azt hittem, ez az igazi szerelem, mert hittem a szép szavak varázsában. Viszont most már nem szeretem. Egyáltalán nem. Nézz a szemembe. Azt akarom, nézz a szemembe. Nézze, jobb, ha elmegy. Én nem vagyok magába szerelmes. És tudja, miért nem? Szeretném, ha várnál egy percet. Tudod, még nem fejeztem be a mondani valómat. Másba vagyok szerelmes, érti? Mondd, miket beszélsz, Maricela? Jó, elnézést. Megyek, megnézem Raulitot. Csak nyugodtan. Gyere, parancsolj. Gyere. Jaj, de szép ház, Luis Guillermo. Nem akarsz kimenni az erkélyre? Nem. Menjünk inkább máshová. Szeretnék négy szem közt beszélni veled. Ha? Rendben. Ahogy akarod. Betania, mindjárt jövök. Jó szórakozást, viszontlátásra. Szia, menjünk. Viszontlátásra, kisasszony. Ó, elnézést. Parancsolj. Hölgyeké az elsőbség. Köszönöm. Yes!